Mezei István vagyok, Ferencváros 5-ös számú körzetének fideszes önkormányzati képviselőjelöltje. 18 éve vagyok képviselő, fontosnak tartom az itt élők képviseletét, és úgy érzem, el is igazodom az önkormányzati irodákban, ezért kellőképpen jól tudom képviselni az itt élők érdekeit. Fontos, hogy a kerület számára a tömbrehabilitáció, a társasházak támogatása végre méltó helyre kerüljön, és ezt képviselje az önkormányzat az itt élők érdekében. Kérem, támogassanak ebben a választáson. Hajrá, Ferencváros! Üdvözlöm Önöket! Mező Tímmel vagyok, Ferencváros, 5-ös számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltje. És így szoktak most kampányigéreteket tenni a jelöltek. Én ezt nem teszem. Az üldítés, a klímaváltozás hatásainak enyhítése most már alap, ezt nem kell külön megígérni. Amit ígérhetek, hogy az önkormányzatban, amelynek remélhetőleg én is tagja leszek, a képviselőtestületben béke lesz, hogy együtt tudjunk önökért, a ferencvárosiakért tenni, a körzetem lakóit képviselni és érdekeit minden elé helyezni. Az önök mindenem felüli képviseletén túl egy dolgot azért szeretnék megígérni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van egy átlátható, egy működő betegútmenedzsment létrehozására. Egészségügyi dolgozóként, betegként, hozzátartozóként látom, hogy milyen elveszve bolyongani a rendszerbe. Mindent meg fogok tenni azért, hogy az 5 éves ciklus végére ez már egy működő, olajozott, bejáratott rendszer legyen. Kérem bizalmukat és szavazatukat június 9-én az önkormányzati választáson magamnak, illetve a Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület többi 11 jelöltjének is. Köszönöm! Az 5-ös számú választókerületben a Mi Hazánk mozgalom színeiben Polgár Krisztina Katalin egyéni jelöltre szavazhatnak. A Szolidaritás mozgalom nem kívánt élni a videós bemutatkozás lehetőségével, az 5-ös számú választókerületben Verebes Endrére szavazhatnak. Takács Zoltán vagyok, Ferencváros 5-ös számú választókerületének önkormányzati képviselője, ez a Kerekerdő Park és környéke. Számos dolgot sikerült elérnem, a legfontosabbak közé tartozik, hogy a Tali Kálmán utca 19, illetve a Balázs Béla 13 földszintjét sikerült akadálymentesíteni. Kezdeményezésemre nagyszabású napelemfejlesztések indultak az önkormányzati intézményekben. A következő ciklusban az egyik legfontosabb a Kerekerdő Parknak a felújítása. Ebbe beletartozik a sportpálya felújítása, a játszótéré, illetve az, hogy végre létesüljön egy közvécé. Mi a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, illetve mi, mint ex-momentumos képviselők, felkértük dr. Gegesi Ferencet, mert szeretnénk, hogyha tisztatérne a szakmaiság az önkormányzatba. Ezért arra kérem Önöket, hogy június 9-én szavazzanak dr. Gegesi Ferencre és az ellenzéki képviselőkből, illetve képviselőjelöltekből álló csapatára. A Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesülete nem kívánt élni a videós bemutatkozás lehetőségével. Az 5-ös választókerületben Soltészki Olivérre szavazhatnak.